A második szekció első előadója a tükrével rögtön tabukat is döntögetett, ugyanis amikor elkezdett foglalkozni az ő területével 26 évvel ezelőtt, ez egy olyan terület volt, amelyről nem csak hogy beszélni, de még gondolkodni sem volt illendő. Kriston Andrea ugyanis a testi és a lelki intimitással foglalkozik, és azt vallja, hogy a női lét olyan, mint egy akadálypálya, amelyen nekünk nőknek fognunk kell egymás kezét, hogy átsegítsük ezen egymást, de ő maga is nagyon sok nő, és nagyon sok férfi kezét is fogta egyébként az elmúlt években. Hozzáfűződik az intim torna fogalma, amelyről bizonyára önök is már hallottak. Egy nagyon érdekes hasonlattal Andrea úgy írta le ezt az egész kapcsolatát ezzel a módszerrel, amelyen éveken át dolgozott, hogy ez olyan volt számára, mint egy gyermek, és most is olyan számára, amelyet a világra hozott, elnevezett, és most egyengeti az útját, egyébként nemzetközi vizeken is, ugyanis mára ezt a módszert szinte minden kontinensen megismerték, és Andrának mind a mellett arra is marad ideje, hogy a könyvírás és a kutatói munka mellett trénereket képezzen ki itthon és a határon túl is. Emellett vezeti a női egészségműhelyet, most pedig görbetükröt tart nekünk, a nők és a férfiak szexualitásáról is. Kérem, köszöntsék szeretettel Kriston Andreát. Olvastam egy Pápua Új-Guineai törzsről, ahol a menyecske leendő anyósa a menyecske hüvelyébe helyezi az ujját, még a házasság előtt, és leellenőrzi, hogy eléggé felkészült-e a hölgy a szülésre. Tulajdonképpen így nem tudom, hogy az itt ülők vannak ennyire jó kapcsolatban az anyósukkal, de azért van ennek valami előnye, két előnye is. Egyrészt az embernek rögtön van egy személyes nőgyógyásza, akihez bármikor lehet fordulni. Másrészt pedig nagyon nagy bölcsesség rejlik ebben a kis mozdulatban, ugyanis ezek a lányzók felkészítik a hüvelyüket a nő egyik legnagyobb extatikus élményére, a szülésre. Egy rugalmas, jól működő, jól funkcionáló izomterületet hoznak létre a szülős izmaik felkészítésével. Én 26 éve végeztem biológia testnevelés szakos tanárként, edzőként, és én azt gondoltam, hogy miután gyerekkoromtól sportoltam, gyerekkoromtól az anyaságra készültem, azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb feladatom az életben, megélni az anyaságot, várandósan is nagyon készültem a szülésre, kismama tornáztam, jogáztam, relaxáltam, úsztam, hasbőrezést végeztem, férjemmel jártunk tanfolyamokra, vele tanultam meg fagyasztott csirként pelenkázni, mert igazi gyerek nem volt a közelünkben, tehát úgy gondoltuk, hogy mi felkészült szülők vagyunk, leendő szülők, és az orvosom szerint is felkészült voltam a szülésre, de a nagyon szép élményű szülés után azt vettem észre, hogy a mámorból, mert így szülés után elöntött engem is a hősnő életérzés, és azt éreztem, hogy valami olyan nagy dolgot csináltam, ami hihetetlen, tehát az, hogy én a saját gyerekemet így a saját testemből, tehát ez, és 3 napig mámorban ünnepeltem magam. Majd később rájöttem, hogy a testem pont azon a területen nem működik úgy, mint korábban, mint hogy én szerettem volna. Tehát volt egy elvárásom a testemmel szemben, hogy az én testem az nem fog megváltozni, hiszen nagyon felkészültem. Senki erről nem beszélt, hogy itt óriási változások lesznek, de ez bekövetkezett. Az orvosom azt mondta, hogy én teljesen olyan vagyok, mint az összes többi nő szülés után. Ne is várjam, hogy én szülés után majd más leszek, hiszen egy szült nőnek a teste megváltozik, és az már nem olyan, mint korábban volt. Csináltam egy kis rögtönzött felmérést a zuhanyzóban, mert azt hittem, hogy ez csak engem érint, ez az altesti másság a korábbi állapothoz képest. Majd kiderült, hogy tulajdonképpen tőlem sokkal terheltebb nők vannak a zuhanyzóban, és az orvosomhoz mentem mindenféle tünet kapcsán, aki nagyon gyorsan engem macerás nővé avatott, és ezt követően már nem mehettem hozzá, úgyhogy én előszedtem a korábbi tapasztalataimat, amit még a várandóságom előtt nőknek tanítottam a gátizom kapcsán. De akkor még egy jópofa kis tornának gondoltam én a gátizmoknak a tréningét, de szülés után rájöttem, hogy hihetetlen szeméremmel felkészültem a szülésre, tehát tulajdonképpen a testemet mindenhol felkészítettem erre az óriási attrakcióra, csak ott nem, ahol szülök. Hogyha az itt ülő férfiak el szeretnék képzelni, hogy mégis olyankor mi történik egy női testben, akkor csak így képzeljék el, hogy mondjuk
A kisbabájuk a péniszükön keresztül áthaladva 10-12-szeres nyílást hoz létre a korábbiakhoz képest. Én amikor egyszer ezt elmeséltem apukáknak, akkor többen elsápadtak, pedig csak elképzelték ezt a nagy eseményt. És lelkileg nem adnám, de testileg nagyon naív dolog, hogy nem készülünk fel erre a dologra. Az én szülésfelkészítésem kapcsán a tanfolyamon csak a gátmetszés volt, ami információ erről az egész területről elhangzott. Én mutatnék egy tünetet, mutatnék egy mozdulatot, lehet, hogy itt többen láttak már ilyet, ez így néz ki. Ez nem tudom, hogy mennyire ismerős, ez egy akaratlan vizeletvesztés, ami a fiatal 18 éves lányok 50%-át már érinti. Ez a ne nevettes, mert bepislek tünet. Egyre nagyobb számban fogy az inkontinencia betét a világban. Itt Magyarországon is 10 milliárd forintért vásárolunk évente inkontinencia betétet, és hát nem a legszexisebb életérzés ez egy nőnek, de a férfiak is a medencefenéki izmuk az egy tudatos izomterület, bal oldalt a női medence alapját lezáró izom, jobb oldalt pedig a férfi medence kimenetét lezáró izomterület található. Nem is értettem így utólag a naivitásomat, hiszen én, mint testnevelő, pontosan tudtam, hogy ha egy izmot edzünk, tehát rendszeresen karbantartunk, akkor az edzett marad. Tehát ez a medencefenéken is pont így van, nőknél, férfiaknál egyaránt. Ha nem edzünk, akkor gyengülni kezd. És ez a tünet, amit én mutattam, hát ezt úgy szokták mondani, hogy a nőknél az első cseppek mennek a bugyiba, férfiaknál az utolsó cseppek mennek a naciba. Nem tudom, hogy ilyet már hallottatok-e, de tulajdonképpen egyfajta izomgyengeség. És hát én, amikor a szülés után megrémültem a testem változásától, és én úgy gondoltam, hogy ezt nem láthatja a férjem, akkor én villámgyorsan elkezdtem a korábbi gyakorlatokat végezni, és amikor 6 hét után a gyerekágyas időszak végén fölfeküdtem a vizsgálóasztalra a nőgyógyászomhoz, akkor azt mondta, hogy ő még életében ilyet nem látott, nem látszik rajtam, hogy szültem. És azt gondolom, hogy ez minden nőnek ehhez joga van, hogy a teste az utána is úgy tudjon funkcionálni, mint korábban, sőt még jobban, mert a tapasztalat ezt mutatja, hiszen amikor mi elkezdünk egy torna gyakorlatot végezni lent a gát területén, a medencefenék területén, és hát nem pont ezt követően, tehát jó esetben elkezdjük ezt már fiatalkorban, és az egész testnek a tudatosítását az van, hogy picikorban a szobatisztaság idején kell elkezdeni, hogy a gyerekeknek van pisilőizmuk, van kakulizmuk, van babajuk egy kislánynak a testén, azért nem kis attrakció ez. Tehát tulajdonképpen azok az izmok, amik a medence alját elzárják, azok mindenki számára, hogyha nem bírunk le az illető, mozdítható. Tehát itt is bárki össze tudja húzni ezt az izmot. Én szülés után 2,5 hónappal a férjemmel és a 2,5 hónapos pici kislányommal sporttáborba utaztam, ahol napi 1 órát kellett a nőknek tartanom, és akkor elhatároztam, hogy megtanítom őket az én tudományomra, jusson ki nekik ebből az előnyből. És velem szemben ült 100 nő, amikor én megkíséreltem megtanítani nekik a tornát. Elkezdtem vezényelni, hogy most mindenki húzza a hüvelyét balra, most húzza át jobbra, most csak a hüvely első falát a G-pont környékén, most a hüvely hátsó falát, most a hüvelyvégből közötti területet mindenki húzza előre-hátra, és 100 nő pont úgy nézett rá, mint ti, hogy ők ezt összehúznák szívesen, de hogy tegyék. Tehát tulajdonképpen ennek a mozgásnak a megtanítása nagyon eltér mindenféle más mozgástanítástól. Kegel professzornak a nevét sokan hallották, ő egy nagyszerű amerikai nőgyógyász volt, aki kitalálta, hogy a nők feküdjenek a hátukra, és 3x20 percben naponta kis műszerrel a hüvelyükben szorítgassanak. Tehát ez egy nagyszerű gondolat volt ugye a nőgyógyászat területéről, hogy nem ütsék a nőket feltétlen, hanem tornáztassák. Az én módszerem abban tér el, az összes olyan tréningről, ami a medencefenékre hat, és egyfajta ilyen hungarikumnak is tekinthető ez így szakemberek által, hogy 270-300 egymás mögé fűzött gyakorlatból épül föl a képesség. Tehát ez olyan, hogy ugrani mindenki tud, de hátraszaltót nem tud mindenki ugrani. Összehúzni mindenki tudja az áruizmát, de gyorsaság, erő, állóképesség fejlesztő feladatsort ott lent, ezen a tenyérke területen nem tud mindenki elvégezni. Ennek a gyakorlatsornak nagyon jelentős eredménye van, hihetetlen. Én kezdetben nőket tanítottam, később férfiakat kezdtem el tanítani, tulajdonképpen csak a nőkért, mert a férfi tréningen nagyon sok mindent tanulnak a férfiak a nőkről is.
És hát amikor egy férfi mondjuk az erekcióját biztosabbnak tudja, vagy a magömlését megtanulja szabályozni, vagy többet megtud a női test rejtelmeiről, akkor azt gondolom, hogy oda-vissza előnyt nyerünk ebből a dologból. Később a férfi tréning lett a kedvencem, mert a férfiak tulajdonképpen néhány nappal a tréning megkezdése után már az eredményt le tudják egy reggeli ébredésnél tesztelni, és nagyon gyorsan jönnek az eredmények. Két hét után hihetetlen átalakulás jön létre a férfi szervezetben, de mi nők is nagyon nagy mértékű változást élhetünk meg. Ezt a szomatoinfra vizsgálatot, ami az alhasi szervek funkció növekedését méri, és bal szélen az látszik, hogy egy nyugalomban lévő hasi szövetrendszer milyen infrasugárzás bocsát ki magából, és egy 18 perces tréninget követően látszik a jobb oldali képen, és ezt meg lehetne nézni a méhtestre, hólyagra, a férfiaknál prostata területére, ondó hólyagokra, tehát tulajdonképpen az egész alhas funkciója extrém mértékben megemelkedik, és ez kiad a hormonrendszerünkre sok mindenre. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon eredményes, nagyon hatékony torna. Amikor ezt megmutathattam konferenciákon orvosoknak, egyre többen jöttek tréningre, könyvek jelentek meg, nagyon nagy példányszámban jelentek meg a könyvek. Az ország minden területéről követelni kezdték az emberek a tréninget. Kénytelen voltam trénereket képezni. Most a trénerekkel, a könyvekkel, a tanfolyamokkal nagyon nagy számban tanulták meg a nők ezt a mozgást, és ennek volt az az eredménye, hogy engem 12 év először beválasztottak a Magyar Nőorvos Társaság nőgyógyászatológiai szekciójának a vezetőségébe, hol ott se nőgyógyász, se urológus nem vagyok, és nem értettem, hogy miért választottak be, ott se voltam, még a kérelmemet is a férjemmel iratták meg, mert én otthon se voltam, és kiderült, hogy azért választott be több száz orvos, mert a nőgyógyászati vizsgálóasztalon valóban kiderül, hogy milyenek vagyunk. És nagyon más egy edzett biceps, mint egy nem edzett, és nagyon más egy edzett altest és egy nem edzett. Viszont ennek a tornának a megtanítása az egy nagyon sajátos területen történik. Tehát nem olyan, mint egy tenyérgimnasztika, amit gond nélkül tudnánk tornáztatni. Mindenkinek megvan a saját altestéhez való viszonya, és megvan a mi történetünk, amitől ilyen lett. És a történetünket már egészen pici korban meghatározzák. Ugye nagyon sokan gyerekek állunkban bepisilnek, nem érzik magukat utána ügyesnek azon a területen. Nagyon sok kislánynak, kisfiúnak gátolják a szexuális önismeretét azzal, hogy nem szabad megérinteni a saját altestet, nincs neve, úgy van elere felszerelve, hogy nem is látjuk ezt az egészet. Miközben félelmetes dolgokat hallunk néha arról, hogy mi lesz majd a szülésnél. Tehát szülési etalont sem építenek föl. A menstruáció kapcsán sem azt szoktuk hallgatni, hogy milyen nagyszerű és mennyire élvezi a családon az összes nőtag a menstruáció, tehát tulajdonképpen nagyon sajátosan kezd alakulni a viszonyulásunk a saját testünkhöz, tehát tulajdonképpen elkezdjük a saját természetünket egyfajta görbe tükrön keresztül szemlélni. És nagyon egyedül maradunk vele ezzel kamaszkorra, mert nagyon nincs, akitől tanuljunk ebben a témában. Tehát ugye erről nem tanít többnyire az egyház, nem tanítanak az iskolában, nem tanítanak a családban. Tehát tulajdonképpen úgy kerülünk el a szexuális élet kezdetére, hogy nem sok információnk van róla a pornóból, nem tudunk ebből tanulni. Társaktól sem lehet, ugye ők se tudnak többet, akivel kezdjük a szexuális életet sem rendelkeznek nagyobb információ halmazzal, mint mi, tehát tulajdonképpen belemegyünk görbe tükörrel a szexualitásba. Persze elvárásunk van a szexualitásunkkal kapcsolatban, meg hogy a másiknak is mit kellene tudnia, és ebből adódóan jöhetnek a kudarcok. A kudarcok utána egy krónikus stresszt alakítanak ki, tehát csak egy olyan, hogy amikor egy nőnek nincs hüvei orgazmusa, de nagyon szeretné mindkét fél, vagy a korai magömlés a férfiaknál, vagy egy-egy erekciós probléma. Tehát ezek olyan belső állapotot hoznak létre, hogy hiába vágunk jó pofát az élethez, és hiába sminkeljük ki magunkat, mint aki nagyon jól érzi magát, de ezek nagyon komoly stresszforrássá alakulnak az életünkben. És tulajdonképpen az ágyjelenet egy-egy provokáció lehet, egy lelki provokáció. Na most erre ráépül egy újabb kudarcsor, és én nem egyszer már olyan emberekkel találkozom, mind a mellett a tréning a megelőzést célozza elsősorban, de nagyon gyakran tünetekkel jönnek már a tréningekre,
És a tünetek azok már valaminek a következményei. Tehát, hogyha nekem van egy hányingerkeltő étel a kezemben, és az hat rám, akkor nekem hányingerem lesz. És ez esetben jól működik a gyomrom. Tehát tulajdonképpen, ha nekem van okom arra, hogy a nemiségemmel való viszonyom valahogy olyan furcsa legyen, ne lássam tisztán bennem magam, és adott esetben ne tudjak jól működni valami oknál fogva, akkor a következmény az teljesen rendben van, csak kellemetlen számunkra. A következmény az olyan lehet, hogy mondjuk egy menstruációs rendellenesség, férfiaknál prostata gyulladási hajlam, prostata megnagyobbodás, erekciós probléma, mi nők lehet, hogy nehezebben foganunk meg, policisztás, ovárium szindrómánk lehet, endometriózis, számtalan probléma, ciszta, mióma, száraz hüvely, nemi vágy hiánya, tehát tulajdonképpen ezek már mind következmények. Az én munkámban az a legélvezetesebb, és hát óriási öröm, hogy ezt az extázist egy foglalkozás során nem csak én élhetem meg, hanem a tréner tanítványaim is. Fantasztikus volt, amikor a legelső tréner tanítványom Ekvádorból a telefont a csoport elé tartotta, egy csoportnő volt, akik hangos sikítással köszönték meg nekem a tréninget. Tehát tulajdonképpen mi a világon mindenhol egyformák vagyunk, és hát ez a visszáramló információ, hogy a görbe tükrünk egy tréner szemében ki tud egyenesedni. Tehát, hogyha elkezdjük magunkat tisztán látni, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy miért működik bennünk a pszichénk, a testünk úgy, ahogy, tehát meg tudjuk látni a hányigerkeltő ételt, és én ezt tudom másképp nézni, vagy meg tudok tőle szabadulni, akkor meg fog szűnni az én hányingerem. Tulajdonképpen ez a tréning, ami csak egy 12 órás tréning, de egy életre szóló eredményt ad. Nagyon sok országban tudjuk most már ezt a tréninget tanítani nőknek, férfiaknak. Ez a módszer képes arra, hogy fizikálisan nagyon nagy léptékű változást hozzon létre a testünkben. Tehát a medence fenéki, a medence alapját elzáró izmok a húcső hüvely végbél hinvesző környékén 10 hét alatt 132%-os erőnövekedést tudnak produkálni. De ennek a lelki következménye sokkal több, hiszen mi ezt a tornát fönt az agykéregben végezzük. Tehát ez egy agyi folyamatnak a következménye, amit létrehozunk. Viszont a mozgást kiváltó agyi terület nagyon sok érzelmi területtel tart kapcsolatot. És ahogy a tréninget elkezdjük, elkezd a múltunkból tisztulni sok minden. És miután a tréningnek kb. 70%-a érzelmekre hat, én körülbelül több mint 100 történettel, mesével tanítok, emberi mesével, ami azt jelenti, hogy meglátjuk a saját történetünket ezekben a történetekben, morzsákban, és ezekből össze tudjuk rakni. A tréningnek most már olyan eredményei vannak, ami nemzetközi szinten is azt hiszem, hogy nagyon hasznos. Prostata eltávolított férfiaknál képesek vagyunk rehabilitálni inkontinenciát, vizeletvesztéses tünetet, erekciós problémát. Tehát ennek a mozgásnak egyrészt egy rehabilitációs értéke is van, mi eltávolított nőknél, inkontinens nőknél, azért, hogy feszes legyen a hüvely, hogy az aranyér visszasimuljon a helyére. De a legnagyobb eredménye az az, hogy saját természetünket merjük sokkal intenzívebben megélni. Megtapasztaljuk a saját határainkat, és megtanuljuk tisztelni azt. Egy férfi tréningre érkeztem taxival, és a taxisofőrnek meséltem, hogy én nagyon szeretnék egy lakást találni, és elmondtam a paramétereket, hogy miért keresek. És akkor a férfi megállt, fölemelte a mutatóját, és azt mondta, hogy na, asszonyom, amilyen lakást ön keres, na olyan nincs. Mert azt mondja, hogy úgy keres ön lakást, mint hogy a nők keresik a férfiakat. Na olyan sincs, amilyet a nők keresnek, három férfiból egyet össze lehetne rakni, és akkor az ideális lenne. De azt mondja, ő 63 éves, megmondja nekem, hogy mi lenne a cél. Fontossági sorrendet állítsak föl az életben. Ez nagyon fontos. Gondoltam, most valami nagy dolgot megtudok tőle, kérdeztem, hogy mi önnek a legfontosabb? Ugye 63 évesen az ember már tudja. És azt mondta, hogy a legfontosabb az egészség. És akkor gondoltam, hogy most jön majd az igazi titok, és megkérdeztem, hogy és mit tesz ön az egészségért? És azt mondta, hogy ja, hát neki arra nincs ideje. Semmit.
És én azt gondolom, hogy nagyon lényeges, hogyha nekünk fontos az egészség, vagy fontos a szexualitás, akkor azért tegyünk. Én a férfi tréningen 3 számadatot szoktam elmondani, és így zárásképpen elmondom ezt. Nagyon lényeges a napi 100 perc önmagunkra, amiben belefér a napi 10 perc intim torna is, hiszen nagyon sok örömöt tudunk adni egymásnak szexualitáson keresztül, és nagyon jó, hogyha nő-férfi nem egymás ellen küzd, hanem egymás örömét növeli. Aztán el szoktam mondani a 14 érintés naponta, hogy nagyon lényeges akkor is, amikor nincs szexualitás, hogy az intimitás, a testi intimitás ne kopjon ki belőlünk. És nagyon lényeges, hogy napi 2 órát tudjunk egymással beszélgetni párkapcsolatban. Tehát a felelősség önmagunkért mennyire lényeges, hogy felelősséget vállaljunk a testünkért, lelkünkért. Nagyon fontos a felelősség a párkapcsolatban, az együttnek a gondozásáért, és ha mi együtt erősek vagyunk, vagy önmagunkban erősek vagyunk, akkor sokkal nagyobb örömöt tudunk adni a környezetünknek. Köszönöm szépen a figyelmet!